Energiatakarékosság céljából 12 lakóház folyosója bejárata kap majd led égőket, melynek az ott élők igazán örülnek, különösen azok, akik a sötétben tapogatózva jutottak el eddig a lakásukhoz. Mivel a közös tömbházakban olykor a foglalatokban egyáltalán nem voltak égők, vagy nem is cserélték azokat az izzókat, amelyek kiégtek. Bali József a Tito Marshall utcai épületben lakik. Azt mondja, nem régiben költözött ide, azonban azóta is gondot jelent az éjjeli közlekedés, hiszen világítás csupán csak a lakásokban van. Sehol nincsen. Nincsenek az ajtók előtt sem így. Sehol, sehol. Ott van hogy az égő, de nem lehet hiába. Én tettem már be égőt, de nem működik. Tehát van foglalat Jó. és ön helyezett égőt, azonban nem működik nem ez működik, az égő, nem az világ. Valami baj van. Csak az az udvar, mikor úgy mindig telefon nagy üvegben. Fénykapcsolom a telefont, és akkor megírjak Van gyalogjárda, azonban van. vigyáznia kell, nem. hogy nehogy elessen különösként a ja, sötét. Ja, 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 ezzel vigyáznom kell, és akkor telefon bekapcsolom, és akkor gyűrök Arról hallott, hogy hamarosan az önök tömbháza is új megvilágítást kap. Pontosabban égőket. Nem Mi a vélemény erről? Ez nagyon örülnék bejáratna, ott még világos van az utcáról, aztán már amikor bejövök az udvarba, akkor nincs semmi sötétség van. A jövőben nem kell majd tapogatolózni a sötétben, és nem kell vigyázni attól, hogy elesik, vagy megsérül, vagy hasonló dolgok. Hát nagyon rossz helyzet van itt, nem tudom, hogy miért. Mit gondolod, hogy akkor jobb lesz a helyzet majd a jövő? Hát gondolom, hogy jobb lesz. Kapamadzsin Ilona Anna immáron 45 éve tömbházban lakik. Azt mondja, hogy a Szonya Marinkovics utcában lévő lakóépületükben nincs gond a közvilágítással. Az égők cseréjét azonban mindenképp helyesli. A megvilágítás az tökéletes, nincsenek kiégett villanykörték a lépcsőházba, folyosókon, sehol. Szóval van egy olyan gondnakunk, aki ezzel mind törődik, és én meg vagyok elégedve. Amikor ki az égő, akkor az kicserél. Ő kicseréli, természetesen nekünk azzal nincs semmi gondunk. Hogyan fizetik a közvilágítást, a közös áramfogyasztás? Szolgáltatóval ezt elrendezte a gondnok, hogy van egy közös villanyóra, azt minden hónapban leolvassák, mindegyik villanyszámlára mindenki elkapja a ráeső részt, hogy mennyi, Igen. és az hozzá van csatolva a saját fogyasztású számlához, és azt azzal együtt fizetjük. Úgyhogy ezzel sincs semmi gondunk. Megközelítőleg mennyit tesz ki ez havonta? Hát havonta. Egy, ez ez, ez olyan szinte szimbolikus összeg, olyan 80 dinár körül van. Ez nem túl nagy összeg. Azonban arról hallott, hogy a régi hagyományos égőket, villanykörtéket LED égőkkel fogják kicserélni, köszönve a Zöld Objektív Egyesületnek. Mi erről a véleménye? Erről nem hallottam, de örülök, hogy most hallom. Én ezt Íjazom ezt a projektomat, mert én jó magam is nagyon természetbarát vagyok, és környezetbarát vagyok, és üdvözlöm ezt, tényleg ez egy nagyon jó ötlet szerintem, és gondolom, hogy nem lesz senkinek kifogása ellene. Miért tartja ezt jó ötletnek, amellett, hogy... Energiatakarékosság céljából teszik ezt. Nagyon helyesnek tartom, hogy ilyen égőket alkalmaznak, mint több helyen, ahogy hallom, mert energiatakarékos, tehát nem fogyaszt annyi energiát, mint a hagyományos villanykörték égők. És hát arról van szó, hogy annyi energiát elfogyasztottunk már ezen a Földön, hogy most már egy icipicit talán ezzel mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy valamennyire a Földünket megmentsük. Az égük cseréjéhez, cseréjéhez szükséges pénzösszeget a Zöld Objektív Polgárok Egyesülete pályázat útján nyerte. Emelte ki Novica Blázsin, projektvezető, az Egyesület tagja. Több lakótömben egyáltalán nincs közvilági, vagy pedig több esetben a régi égők foglalatok tönkrementek. Az ötlet innen származott, hiszen az Egyesületünk fő tevékenysége közé tartozik többek között a környezetvédelem is. Az égők cseréjére sikerrel pályáztunk úgy az önkormányzatnál, mint a helyi közösségnél, és így közös erővel új energiatakarékos közvilágítást tudunk biztosítani. Mindemellett felszeretnénk hívni a figyelmet a 2018. január 1-én életbe lépett törvényre is, mely meghatározza azt, hogy a lakóközösség gondnokot kell, hogy kinevezzen, mely több esetben meg is történt. Azonban mind a 31 tömbházba maguknak a lakóknak is a jövőben nagyobb figyelmet kell majd fordítaniuk a lakóhelyük karbantartására. A munkálatokat már megkezdtük, mely hamarosan be is fejeződik. A tömbház lakói üdvözlik az akciónkat, mi pedig tervbe vettük azt, hogy jövőre folytatjuk a többi törökbecsei lakóház energiatakarékos közvilágításának a biztosítását is. A zöld objektív égő cseréjének akciójára összesen 110 ezer dinárt költenek. Ebből az önkormányzat 40 ezret, míg a helyi közösség pályázat által 70 ezret biztosít.